Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. December 14-e van Szilárd a névnapja. Műsorunk elején érkezenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Eseménydús lesz az új Magyar Nemzeti Tanács munkájának kezdete, mondta Pásztor István. Befejeződött a szabadkai zsinagóga felújításának folyamata. Nyugodt volt az éjszaka Észak-Koszovóban. Robbanások voltak Kijevben szerdára virradóra. Eseménydús lesz az új Magyar Nemzeti Tanács munkájának kezdete. A pénteki alakuló ülés után a jövő héten is a különböző tisztségviselők megválasztása lesz napirenden, majd még az év vége előtt döntenek a munkatervről és a költségvetésről. Erről a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként beszélt Pásztor István, a VMS elnöke. Azok az anyaországi támogatások biztosan megmaradnak, amelyek a létező intézményrendszer működtetéséhez szükségesek, mondta a politikus, akit a szerb-magyar határ menti migráns helyzetről is kérdeztünk. Pásztor István megelégedéssel nyugtázta, hogy végre megegyeztek a Magyarországnak járó uniós forrásokról, mert szerinte ettől is függ a magyar költségvetési mozgástér, ami pedig hatással van arra, hogy milyen és mekkora támogatásokra számíthatunk az anyaországtól. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az SMR napindítójában azt mondta, az az ígéret hangzott el, hogy megmaradnak a határon túli magyaroknak folyósított eddigi támogatások. Ez pedig szerinte azt jelenti, hogy biztosított marad a már kialakított intézményrendszer működtetésének feltétele. Nem lesz egyetlen egy olyan intézményünk se, amit támogatás hiány be kell csuknunk. Nem lesznek olyan intézmények, ahol le kell építeni az emberállományt azért, mert a támogatásokat nem kapjuk meg. Ami viszont teljes mértékben egyértelmű, hogy olyan dinamikával, olyan mértékben nem tudunk fejleszteni, olyan mértékben nem tudunk felújítani épületeket, intézményeket, nem tudunk olyan mértékben modernizálni, ahogy azt az elmúlt években tettük. Az elmúlt hetekben rendszeres, folyamatosan rendőri jelenlét a szerb-magyar határ közelében lévő településeken, kevesebb a migráns, így már kicsit fellélegezhetnek a Horgoson, Majdányon és Rábén élők. Olyan nyugalom van, mint amilyen évek óta nem volt arrafelé tapasztalható. Pásztor ezt így kommentálta. Végre az állam úgy viselkedik, vagy úgy kezdett el viselkedni, ahogy egy felelősségteljes állam viselkedik a saját területén. Ez azt gondolom, hogy magától értetődő kellene, hogy legyen, de 6-7 évet kellett nekünk erre várni. Ahogy azt gondolom, hogy teljesen normális, hogy a szerb állam megpróbálja megvédeni a Koszovón élő szerbeket, ugyanúgy azt gondolom, hogy egy normális elvárása minden egyes szerbiai polgárnak, hogy a saját biztonságát, a saját vagyonát, a saját gyerekét az állam megvédje. A Magyar Nemzeti Tanácsról szólva Pásztor István azt mondta, az új testület politikai és szándékbeli szempontból karakteresebb lehet, mint korábban. Az oktatással, a művelődéssel és a tájékoztatással kapcsolatos elképzelésekről először széles körű társadalmi, szakmai vitát folytatnak le. Majd amikor kialakul a közösségi konszenzus, várhatóan 2023 közepére, megkezdődhet az elképzelések megvalósítása. Az MNT alakuló ülése most pénteken lesz. Hitelesítik a képviselői mandátumokat, és megválasztják az MNT elnökét. A Magyar Összefogás Fremond Árpádot javasolja a posztra. A döntés bejegyzése után néhány nap múlva, a pénteki ülést követően várhatóan 5-6 nappal folytatódik az MNT alakuló eljárása, magyarázta Pásztor. A jövő héten választják meg az alelnököt, az intézőbizottság, a különböző munkatestületek és bizottságok vezetőit és tagjait. Mozgalmas lesz az évvége, mert még az idén elfogadják a tanács jövő évi munkatervét és költségvetését is, részletezte a VMS elnöke.
A mai nappal befejeződött a Szabadkai Zsinagóga felújításának folyamata. Végső fejlesztésként megnyitották az audio-vizuális állandó kiállítást, valamint használatba helyezték az épület akadálymentes feljáróját is. A Szabadkai Zsinagóga felújítását 2013-ban kezdték. Magyarországi és szerbiai támogatásoknak köszönhetően 2018-ban be is fejeződtek a munkálatok. Azóta a zsinagóga nem csak vallási, de kulturális és idegenforgalmi szempontból is Szabadka egyik legfontosabb intézményévé vált. A felújítás utolsó fázisaként megnyitották az audiovizuális tárlatot, amely 7 nyelven nyújt információkat Szabadka és a zsinagóga történelméről. A multimediális, érintőképernyős kijelző mellett 24 darab audio guide, azaz hangtárlatvezető gép is segíti a látogatókat a Szabadkai Zsinagóga történelmének megismerésében. Szeretném megjegyezni, hogy ezeknek az eszközöknek köszönhetően most már a zsinagóga elmondható, hogy részt vesz, vagy lépést tart a világ kulturális intézményével, ahol a digitális, meg a kulturális turizmus ötvöznek. Dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke kiemelte, a fejlesztésekkel a zsinagóga felújítása befejezetnek tekinthető. Ilyennye, amilyennye a Szabadkai Zsinagógának van a mai naptól, olyan intézményeknek van, mint a Párizsi Louvre Múzeum, vagy pedig a Bécsi Albertina. Tehát ezekkel a múzeumokkal vagyunk egy rangban, ami ezt illeti. Hát mi meg más tartalmakat is kínálunk, amiket ők nem kínálnak, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen büszkék lehetünk. Az állandó tárlat megnyitása mellett használatba helyezték az épület akadálymentes feljáróját is. Nyugodt volt az éjszaka Észak-Koszovóban, de a helyzet továbbra is feszült. A koszovói szerbek, akik a koszovói rendőrség fegyveres fellépése ellen, illetve a letartóztatott szerbek szabadon bocsátása mellett állnak ki, már 5. napja vannak a barikádokon. Ma Belgrádba látogatott Miroslav Lajcsák, az EU Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős külön megbízottja, és Gabriel Escobar, az Egyesült Államok nyugat-balkáni külön megbízottja, akik Alekszandar Vucic szerb elnök folytattak megbeszélést a jelenlegi helyzetről. Koszovó hivatalosan is felvételt kért az Európai Unióba, írja a Fonet. Az EU tagsághoz szükséges kérelmet aláírta Vjosa Osmani koszovói elnök, Albin Kurti koszovói kormányfő és Glauk Konyufca koszovói parlament elnöke. Albin Kurti ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió a béke és a jólét helye, ezért természetes, hogy Koszovónak is ehhez a családhoz kell tartoznia. A szerb elnök ennek kapcsán kérdést intézett a nyugati országok vezetőihez. Alekszandar Vucic arról érdeklődött, hogy melyik megállapodást kívánják tiszteletben tartani a nyugati partnereik. Jóprovú szvetlú podnošenja aplikácie za članstvo Európskej únie, takozvano Kosova. Moje pitanje je, hoće li poštovati dokumenta koje su sami donosili, čak i istorijska i Soluna. Jer u tački 5 solonskog dokumenta se kaže da u potpunosti podržava implementaciju rezolucije 1244. A Miroslav Lajcsákkal, az EU Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős külön megbízottjával folytatott kétoldalú találkozó után hármas találkozóra is sor került a szerb elnök Alekszandar Vucic, Lajcsák és Gabriel Escobar az Egyesült Államok nyugat-balkáni külön megbízottja között. A szerb államfő erről Instagram bejegyzésében számolt be. Azt írta, őszinte és korrekt megbeszélésen vannak túl. Kedd késő este egyébként Pristina ideiglenes kormánya élén Albin Kurtival tárgyalt a két külön megbízottal. A találkozó után Pristina közleményt adott ki, amelyben azt írták, megállapodás született a barikádok felszámolásáról. Lajcsák szerint a barikádok eltávolításának legjobb módja a politikai megállapodás, nem pedig a buldózerek.
Azon dolgozik az egészségügyi minisztérium, hogy a kisebb önkormányzatokban, illetve faluhelyen is legyen állandó orvosi ellátás, mondta Mirszad Gyerlek. Az egészségügyi minisztérium államtitkára a Kurírnak adott interjújában kifejtette, ehhez szükség van az önkormányzatok hozzájárulására, hiszen a fiatal orvosnak és családjának meg kell oldani a lakhatását, vagyis ingyen orvosi lakásokra van szükség. Véleménye szerint az állam mellett az önkormányzatoknak is tenniük kell azért, hogy feléleszék a helyi közösségekben meglévő rendelőket, mert ezek többsége azért nem működik, mert nincs helyben egészségügyi dolgozó. Letartóztattak egy migráns csempészettel gyanúsított csoportot. A szervezett bűnözés elleni ügyészség rendeletére 9 ember tartóztattak le, akiket 90 illegális migráns befogadásának és átszállításának megszervezésével gyanúsítanak. Egy személy szökésben van. Ennek a szervezett bűnözői csoportnak a tagjai idén augusztustól októberig 90 illegális migráns befogadását szervezték meg Szerbiában, és segítették elő a Szerbián keresztül történő illegális és átutazásukat azzal a céllal, hogy tovább utazzanak az Európai Unió országaiba. Kiterjedt téli viharzóna okozott károkat az Egyesült Államok középső államaiban, Texastól az északi Minnesotáig. Délen tornádók, északon heves hóviharok okoztak fennakadásokat. Texasban legkevesebb 5 helyen alakult ki tornádó, és többen megsérültek. Fort Worth közelében több tucat lakóházban és üzleti épületben okozott károkat a vihar. Dallas nemzetközi repülőterén mintegy 1000 járatot érint a viharos időjárás. Louisiana állam tornádó pusztított, 2 ember eltűnt. Oklahoma államban szintén többen megsérültek a viharokban. A meteorológiai szolgálat adatai alapján a széllökések meghaladták az óránként 200 kilométeres sebességet. Robbanások voltak Kijevben, szerdára virradóra megszólaltak a légvédelmi szirénák. A főváros polgármestere megerősítette a hírt. Vitali Klitschko a Telegramon azt közölte, a robbanások a belvárosi részben történtek. A helyszínre mentő alakulatokat küldtek. Áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. A katasztrófa védelem szerint Kijevben és környékén mintegy 20 perccel a robbanások előtt megszólaltak a légvédelmi szirénák. A légvédelmet készültségbe helyezték Ukrajna nyugati részének több településén is. Vitali Klitschko azt közölte, az ukrán légvédelem az orosz légierő legalább 10 iráni gyártmányú drónját semmisítette meg Kijev és környéke fölött. Az ukrán elnöki hivatal egyik tanácsadója azt mondta, a robbanások megrongáltak 2 épületet a kerületben, ahol egyébként több kormányépület is található. Áldozatokról nem érkezett hír. Kijev már korábban is azt hangoztatta, hogy Oroszország Irántól vásárolt drónokkal is támadásokat intéz erőművek és polgári infrastruktúra ellen. Volodymyr Zelenszky a G7 csoport vezetőinek adta elő kéréseit az Oroszország elleni harc támogatása érdekében. Az ukrán elnök kifejtette, hogy hajlandó lenne tárgyalóasztalhoz ülni az oroszokkal, de a béke elengedhetetlen feltétele, hogy az oroszok kivonuljanak Ukrajna teljes területéről, beleértve az annektált 4 régiót is. A Kreml szerint ez a javaslat elfogadhatatlan, Oroszország tehát elutasította az ukrán elnök békejavaslatát. Moszkva szerint Kijevnek el kell fogadnia az új területi realitásokat. Újabb komoly pénzügyi támogatást küld a nemzetközi közösség Ukrajnának. Párizsban több mint 50 ország és nemzetközi szervezet képviselője jelent meg, hogy meghallgassa Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üzenetét arról, hogy mire van szüksége az ukránoknak a tél túléléséhez. Ukrajna 800 millió euró azonnali segítséget kért támogatóitól, az adományozók azonban még ennél az összegnél is többet, több mint 1 milliárd eurót gyűjtöttek össze. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Karácsonyi készülődés Horgoson. Argentína nyerte az első elődöntőt a katari világbajnokságon. A híradót követően ma is lesz közügyek, a stúdióban Kozma Zoltán már várja önöket. Szervusz, milyen témákkal készültetek?
Köszöntöm a nézőket. A migrációs helyzetről, a magyarországi és a szerbiai anyagi támogatásokról és a Magyar Nemzeti Tanács alakuló üléséről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában Pásztor István, a VMS elnöke. Ebből láthatnak részleteket a műsor elején. Pénteken nyílt napot tartanak a Kosztolányi Dezső gimnáziumban, a diákok osztják meg élményeiket, és azt is elmondják, miért jó ott tanulni. És egyre kevesebbet hallani a koronavírusról, most más betegségek kerülnek előtérbe. Az egészségügyi államtitkárt a fejlesztésekről kérdezem. A horvátok búcsúztak, Argentina bejutott a VB döntőbe, ma este a franciák és a marokkóiak csapnak össze. Erről is szó lesz a híradó után a közügyekben. Köszönjük szépen! 10 év a Pannonban, azt a 9 munkatársunkat ünnepeltük ma, akik már egy évtizede erősítik a Pannon RTV csapatát. Együtt fejlődtek a médiaházunkkal és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Szabadkai Magyar Rádió, a Pannon Rádió, a Pannon Televízió és az internetes portálunk a Vajdasági Magyarság mindennapjainak fontos részévé váljon. 10 év hosszú idő. Ahhoz, hogy az ember 10 éven keresztül jól végezze a munkáját, szeretnie kell, azt folyamatosan a fejlődésre kell koncentrálnia és odaadónak kell lennie. Ma azt a 9 személyt ünnepeltük, akik a munkájukkal segítették a Pannon RTV-t a jelenlegi szintre emelni. Vágó Kriszta hangját már jól ismerik a hallgatók a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannon Rádióban is műsorvezetőként teszi kellemesebbé a hallgatóink mindennapjait. Azt gondolom, hogy a rádiózás szempontjából mindenkinek kell egy személyisége, hogy legyen, amihez őt tudják kötni az emberek. Jó kedvet kell derítenünk az emberek mindennapjaiba, és mindenféleképp meg kell hallgatnunk a hallgatókat is, hogy ők is mit szeretnének, hiszen értük vagyunk és értük dolgozunk. Pégy Tímea már több munkakörben is kipróbálta magát ez az idő alatt. Voltam gyártásvezető, voltam rendező, voltam egy műsornak a szerkesztője és a műsorvezetője, helyettesítettem Bakos Viktort a Pannon gazdába. Én a maga módján az összeset szerettem, különben nem is csináltam volna. Juhász Gábor a Pannon Televízió közügyek című műsorának a felelős szerkesztője. Ő is már 10 éve erősíti a Pannon csapatát. Számomra itt a közügyek a csúcs a Pannonban, hiszen ez az a műsor, ahol az ember igazán ki tud teljesedni, azokat a témákat be tudja hozni, amelyek őt is érdeklik, és amelyek szerinte az embereket érdeklik, az egész vajdasági magyar társadalmat érdeklik. Úgyhogy én itt találtam meg a helyemet a közügyek keretein belül. A mai napon továbbá Gyarmat Angéla, Remete Hajnalka, Gregorcsics Takács Nikoletta, Brasnyó Zoltán, Horváth Edina és Scheller Endre részesült elismerésben. Luconapi táncházat tartottak Horgoson a Művelődési Házban, amelyen fiatalok és idősek egyaránt részt vettek. A Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület által szervezett táncházba Luca Pogácsa volt a belépő. A népi szokások és hiedelmek éltetése céljából jött létre a mulatság. A Luconapi táncház fontosságát és az ehhez a naphoz kapcsolódó hiedelmeket már a legkisebbek is jól tudják. Azért jöttem el, mert ez egy csodás hagyomány, és minden évben meg szoktuk ünnepelni, és egy táncházat nyitunk Luconapján. Mi anyukámmal minden évben lucapogácsát sütünk, és a lucapogácsába anyukám minden egy-két pogácsában rejt pénzérmét, és aki a pénzérmés pogácsát megeszi, annak szerencséje lesz a következő évben. Lucanapon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsön adni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek. Lucanapján búzaszemeket kell csiráztatni, amelyek karácsony tájára zöldülnek ki. A lucabúza keltetéssel a következő év termését próbálták megjósolni. A legismertebb szokás a lucaszék készítése. Ez a mulatság pedig kiváló alkalom arra, hogy a gyermekek ezeket elsajátítsák. Mivel hogy ezt a hagyományt, illetve annak a lucázásnak és a köré fűződő kultúrkörnek az eszmének éltetése érdekében találtuk ki ezt a táncházat, ahol már a gyerekeket is bevonjuk azokba a szokásokba, illetve elmondjuk nekik, amik már lehet, hogy feledésbe merültek. Az mellett, hogy kicsit megtáncoltassuk őket.
Az eseményen idősek és fiatalok egyaránt részt vettek, akik közösen elevenítették fel a hagyományokat és ropták a táncot. Zajlik a karácsonyi készülődés a Magyar Kanizsai Fénybárka mellett a Horgosi Napköziben is. Horgoson 2019-ben nyitotta meg kapuit az ottani napközi, ahová azóta járhatnak a helyi fogyatékkal élő különböző foglalkozásokra. Ott jártunk, ahol éppen karácsonyi rajzok, ajándékok készültek. Karácsonyi hangulat uralkodik egész héten a Horgosi Fénybárka napköziben. A felhasználók varnak, rajzolnak, kézműveskednek. Vásár Róbert gondos és precíz munkával épp díszdobozokat készített. Először is kiszabom a kartont, utána meg ráragasztom ezeket a tapétát. Na valójában ezt, ha leveszem, ez így néz ki. Szétnyílik. És akkor oda kerül a akár cukor, akár csoki, bármi lehet benne. A Horgosi napköziben 9 felhasználóval foglalkoznak, az adventi időszak kezdetével már elkezdtek az ünnepekre hangolódni, és minden napra jut valami tennivaló. Készítettünk közösen adventi naptárat is, ezt is majd láthatják. A fiatalok kis rajzokkal díszítették a különböző ablakokat, és mindegyik ablakot egy-egy fiatal nyitja ki, és benne ilyen apróságok vannak, kis édességek, illetve olyan tevékenységek, amiket szeretnek a felhasználóink, például táncolhatnak aznap, vagy énekelhetnek. Az intézményben készült ünnepi alkotások egyébként megtekinthetőek és megvásárolhatóak a Magyar Kanizsai Napköziben, vagy a Facebook oldalukon. A diák parlamentek tagjait fogadták a Magyar Kanizsai Városházán szerda délelőtt. A községből 18 diák, míg a Szabadkai Testvériskolából, a Szent Száva Általános Iskolából 6 diák volt jelen. A tanulók betekintést nyerhettek az önkormányzat munkájába. A diákparlament tagjai már 6. éve, hogy ellátogatnak az önkormányzatba, ahol előadás formájában megismerkedhetnek annak munkájával és szerepével. Az iskolában keveset foglalkozunk velük, a diák parlamentekkel, és az volt a kérdéskör, hogy hogyan lehet őket belenevelni ebbe a demokratikus rendszerbe, ami van, és hogy egy multikulturális rendszerbe gondolkodunk, tehát több nyelvűséggel beszélnek a mai fiatalok, tehát itt ez az egyik alap célja a mai akciónak. A 7. és 8. tanulóknak Lackó Róbert, a képviselőtestület elnöke beszélt az épületben zajló munkáról. Nem csak magát képviselőtestület ülését, és annak a mi voltját, annak a menetét, annak a, hogy is mondjam, az egész évi munkáját bemutatni, és azokat az embereket, akik végzik itt a feladatokat, hanem egy picit megpróbáljuk ezt az egész rendszert a gyerekeknek, hogy is mondjam, átvarázsoljuk, hogy lássák, hogy mi történik ebben a nagyházban. A tanulók az önkormányzat munkájának ismertetését követően kérdéseket tehettek fel az illetékeseknek, illetve ötleteiket is elmondhatták. Bronzérmes lett 50 méter pillangón Szabó Sebastian a Melbourne-ben zajló rövidpályás úszóvilágbajnokságon. A 26 éves zentai születésű magyar versenyző, aki ebbe a számban holt versenyben tartja világrekordot a brazil Nicolas Santosszal, a legjobb idővel került a fináléba, ahol akárcsak az elődöntőben ezúttal is fantasztikusan kapta el a rajtot. A győriek kiválósága fél távnál 9,91 másodperccel még az első volt, de a hajrában a dél-amerikaiak legendája és a svájci Noé Ponti is megelőzte, utóbbi mindössze 200-dal. A 42 éves Santos negyedszer nyerte meg a számot. Ő már tavaly Abu Dhabiban is minden idők legidősebb világbajnoka volt. Utolsó versenyén mindössze 300-dal maradt el a Szabóval közösen tartott világcsúcstól. Szabó a 9. magyar úszó, aki érmet nyert a rövidpályás világbajnokságok történetében.
Argentína nyerte az első elődöntőt a katari világbajnokságon, miután magabiztosan 3-0 arányban legyőzte Horvátországot, és ezzel elsőként jutott a vasárnapi döntőbe. Az argentin válogatott ezzel az eredménnyel története során 6-szor jutott világbajnokság döntőjébe. A második elődöntőt ma rendezik a katari foci VB-n, ezután már csak 2 meccs lesz a tornán, a bronz mérkőzésre szombaton, a döntőre pedig vasárnap kerül sor. Este 8 órától Franciaország csap össze a torna egyik meglepetés csapatával, a portugálokat is búcsúztató Marokkóval. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Eseménydús lesz az új Magyar Nemzeti Tanács munkájának kezdete, mondta Pásztor István. Befejeződött a szabadkai zsinagóga felújításának folyamata. Nyugodt volt az éjszaka Észak-Koszovóban. Robbanások voltak Kijevben szerdára virradóra. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon Televízióval, ugyanis rövidesen kezdődik a közügyek. Híradóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Addig is viszontlátásra!